Hát mindig nagy kérdés, hogy a saját dolgainkért mennyire vagyunk felelősek, mennyire érzik felelősnek magunkat, mennyire tudunk beleállni a saját tetteinkbe, és mennyire tudunk azért komolyan tényleg felelősséget vállalni, mert ez mind-mind sok mindent elárul rólunk, a saját magunkkal való kapcsolatról. Tehát itt, ha azzal magyarázzuk a tetteinket, hogy a kormány ezt csinálta, vagy a szomszédok azt mondták, vagy a főnökünk így meg így cselekedett, akkor az mind-mind egy felelősség áthárítás másokra, ahelyett, hogy a magunk dolgaiban kutakodnánk, és azt vennénk észre, inkább, hogy mi magunk hol hibáztunk, mit rontottunk el, és mit kellene másképp csinálnunk. Tehát vegyük észre, hogy mi vagyunk a felelősek a saját tetteinkért, és mi vagyunk azok, akik tudunk ezen változtatni, tudunk módosítani, mert a mi életünket mi éljük. Tehát felelősséggel saját dolgainkért.